Menjünk cserélni egyet. Kérdés, hogy mit fogunk ma csinálni, mert a DH-val haladtunk tegnap egész jókat. Van még a druidom. Ugye beszéltünk tegnap arról, hogy a druidot azt meg fogják változtatni, illetve a bárdot, mert ezek pont az ez a kasztok, amivel lehet váltani a képességet. Na innentől kezdve ez automatizálva lesz, és majd hétfőn lehet, hogy kapok róla infót, vagy rákérdezek, hogy a beta szerverein fogok-e kapni egyrészt hozzáférést, és ha kapok hozzá hozzáférést, akkor kapok-e kódokat kisorsolásra. Ha igen, akkor mindenképpen érdemes nézni, akár ha a Vocsatornán nézed az Instagramomat, illetve a Discordomat, mert valószínűleg oda fogom majd kiírni, ha lesz bármi ilyesmi. Szóval, ha esetleg hétfőn, amikor úgyse lesz SF stream, akkor majd érdemes lesz majd megnézni valamelyik oldalt a kettő közül. Szóval, ja. Mi a határidőt? Nem a munkahelyem, ez csak egy játék. De egyébként teszünk azért, amit tudunk. Szóval, pereg. Én most elkezdtem fejleszteni a másik munkások negyedemet, mert, mert hát mi a szar csináljak, érted? Szóval, szóval, ja. hát dobálgatjuk össze-vissza azt Csá, mert ugye itt Latyival előtt erőt társozunk, azt baszhatjuk neki a dolgokat. Szóval a munkás most fontos, mert megrövidíti az időtartamot, azt a kopatika. Na, addig támadunk egyet, én meg közben kigondolom, hogy mi legyen ma, mert lehet, hogy az lesz amúgy, hogy most toljuk a druidot egy kicsit, haladunk vele, addig legalább lesz valami sikerélményünk, mert haladunk a kazamatákkal, és meghagyjuk addig a druidot, ameddig nem jön be ez a kast uh, vagy a kasztokon belüli változás, hogy automatizálva legyen a druid, és miután megnézik az automatizált druidot, utána, jaj, utána majd végzek a Zeo 1 mert mondom, nem akarom hosszú távú karinak, viszont szóval így, hogy jön be változás, így majd megnézzük automatán a karaktert. Én egyébként semmit nem haladtam a druiddal, mióta utoljára játszottam vele. C-ből még nem rúgtak ki, mert attól függetlenül aktív vagyok, jelentkezek ezekre, csak nem fejlődtem. Mindegy, most bepótoljuk. Van is hozzá tartalékolt gomba, van hozzá időnk is, szóval azt fogjuk ma csinálni. Hát figyelj! Az baj, hogy skippelés nagyon sok gombába fog fájni. Az meg hát pénzbe is kerül egyúttal, szóval. Szóvalja. És nem csak nekem, hanem neked is leginkább. Na skippeljük le. Vagy skippeljük le, szedjük ki a pinelést. Na ennyi az erőtárs lényeg, oda-vissza dobáljuk a nyersanyagokat, egymásnak is akkor. Nem vesz, nem vész ö, katona kárba, hanem minden egyes katona támadás az nyersanyagot számol. De gondolom te is fejleszted 13-asra a munkást. Szóval, ha bárkinek van kérdése a játékkal kapcsolatban, tegyétek fel nyugodtan, hátha tudok rá válaszolni. Most már azt mondom, hogy hátha, mert már annyi dolog jött be, meg ilyenek, hogy tudja a faszom. Annyi egyedül, hogy ezeket, ezeket a dungeons kippeket nem vágom, annyi, hogy a forgószéllel a 486-tál meg kell állni majd, majd megállunk, úgy se tudok most tovább haladni, mert most nem tudom ezt elpicsázni, tegnap nyomtunk egy pár forgószelet, meg léptünk, vagy mit tudom én hány szintet, szóval most annyira, amennyire tudunk most haladni. Hol a faszban van Latyi, és mi nem látom? Mi? Hol van Latyi? Annyit haladt volna, vagy mi? Mi? Miért van alattam? olyan szintűek voltunk. Miért van alattam? Reggel még felettem voltál. Váltjuk a pozíciót egymással, tudod. Mi a ha? Szia, Gia! Üdv mindenkinek, sziasztok! God of War. Igen, úgyis, úgyis, úgyis most januárban jött ki PC-re, ugye? Faszom. Ezt, ezt, kicsit fejleszhetném amúgy. Ezt így egyesével toljuk fel 400-ra. Most 600-ra nem. Mondjuk, áh. Toljuk fel 600 ez az többet már nem kell megcsinálni viszont látásra. Végtelen gombamennyiség. Megjelentek a C-társak. Szasztok, srácok. Figyelitek, mit csinálok. Végig figyelitek, mit művelek. Menjen fel 600-ra a rákba, azt akkor nem kezdett többet foglalkozni. Na, jószág. Úgy hívják, hogy jószág. Na. aréna uh, Arena Manager, Patika. Egyre többet tudok 2005-re kihúzni. Faszal. De most kazamatákra itt nincs annyira esélyem, tehát max. ilyen százalék, de az úgy, az úgy oké. Okay. De most a druidot fogjuk tolni most az EU egyen, mert, mert azzal nem foglalkoztam már, vagy egy hetet, vagy másfél hetet konkrétan. Szóval most azzal haladunk, meg mondom, megvárjuk majd, remélem, hogy majd egyből behozzák a változást, miután vége a beta szervernek, mert akkor azt még meg tudjuk nézni, és akkor onnantól a druidot már nem fogom tovább csinálni. És akkor már van egy ilyen időpontom, hogy nem csak random abba hagyom, hanem lesz rá egy fix időpontom. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jó, megvan az összes. Jó. Zsír. Na! Jó, haladjunk a... Csak megnézem a C támadásokat. Jó, megvan minden elfogadás. Na! Nem rúgtak még ki? Jó, nem rúgtak még ki, fasz. Na haladjunk, mert... Mondom, ne, azóta nem csináltam semmit ezzel a karakterrel, szóval most legalább fogunk tudni valamennyit haladni. Nem tudom, hogy a lovag az azóta mennyivel lett magasabb. 169, 173, nem sokkal. 151, 152. Annak a kettőnek jött hát a cseréje. 173, 141, 142, 163. Hát majd köveket cserélünk, az tök mindegy. Itemeket meg rakosgatunk a segítőkre. Ezt eladhatom, az még a fejlesztésre szánt dolog volt. Na szentsá, basszassuk neki. Van most Gamba erre bőven, ez egy ilyen hosszabb, aktívabb kontentnek tökéletes, amit tudunk csinálni. Hát kulcsot már nem kell szerezni, és ha megvan minden, gyomjuk neki az ány meg fényvilágot, azt nézzük meg milyen esélyekkel tudunk támadni. Szerintem annyit, annyit nem csináltam, sőt nem csináltam semmit, tehát ott hagyjuk abba, ahol, vagy ott folytatjuk, ahol abba hagytuk egy pár hete, egy hete, másfél hete. Szóval, ja. Mert az SF! Cső srácok. Mi a helyzet így a szombati napon? Meséljetek. Ja, meg hát ugye beszéltünk itt a felvételiről, kinek mi lett a felvételi? mert igen, néznek, tudom, fiatalabbak is, javarészt, de milyen volt a felvétel is, rácok. Mert oké, okay, hogy én megnéztem, csak azt nem nagyon figyeltem, hogy kinek milyen volt, vagy hogy sikerült. Bunkó módon arra már nem figyeltem. Nagy, utolsód! Kurvas hasalak. Én szeretem, nekem szerintem még mindig ez válik be a legjobban. A is meg lehet nézni, hogy melyik alakkal milyen esélyeim vannak. De ja. Meg egyébként, ja, volt itt félreértés ebből, amit mondtam. Ezt tényleg ne úgy vegyétek, és ezt nem menteni akarom a helyzetet, mert nem. De nem azt mondom, hogy buta 14 éves kölök érted, hova egy ilyet, csak az, hogy azért kurva egy nyomás van szerintem a fiatalokon, főleg ezek véget. Aztán, hogy ja. az eléggé nagy meghatározó, hogy mondjuk, érted, milyen iskolába akarsz menni, és mi számít azért az a felvételi. én, én, én nem tudom, lehet, hogy akkori szemmel, amikor mondjuk kellett volna írnom, akkor, akkor, akkor nem úgy álltam volna hozzá, mint most, csak az a... És, és nem azt mondom, hogy ha felnőtt ember ezt nem tudja megcsinálni, akkor buta, mint a föld, hanem azt, hogy egyszerűen nem érdeke a mindennapokban ilyeneket tudnia, mert nem ez fogja meghatározni a, a mindennapját. De azért remélem mindenkinek jól sikerült nyilván. Csak a terhelés meg a nyomás azért az tök sok lehet, akár bár egy ennyi éves diáknál. És, és, még csak most fog jönni a java. A középiskolától, az érettségin át, az egyetemin át, a, a nyelvvizsgákon át azért így, igen, rende, rendesen megszorongatja a gatyáját az embernek. És azért ezt már egy elég szar látni, nem? Vagy én legalábbis. Én legalábbis ezt gondolom. Aztán mindenkinek más a megítélése. Így utólagos szemmel, én, nekem baromra nem hiányzik az iskola. Azt nem mondom, hogy a tanulás nem, a tanulás az igen. Tehát, hogy az életben bármikor tanulni fogsz, nem csak akkor, amikor bemész egy iskola, vagy beülsz egy iskolapadba, azért, azért mégiscsak. Tanulás rész az azért az fontos. De én azt mondom, amikor jobban átértékeled magadba azt, hogy magadnak tanulsz, és magad miatt tanulsz, sokkal jobban fogod szeretni. Tehát sokkal jobban fogod szeretni. Tehát amikor mondjuk kihagysz, mit tudom én, egy vagy maximum két évet mondjuk a suliból, mert mondjuk végeztél az érettséggel, mit tudom én, és elmész egy szakmát tanulni, sokkal jobb élvezettel fogod csinálni szerintem, mert akkor tartasz egy kis pihit magadnak, és nem az, hogy megint mész a következőbe, mész a következőbe, és így tovább. Hallottam már egy, egy pár ilyen példát, lehet, hogy másnak más úgy jön le, viszont ha nekem most még tanulni kéne valamit, és idén szerintem fogok is, akkor sokkal jobb lelkesedéssel fogom szerintem csinálni. Mert még jobban bennem van, hogy ezt magam miatt kell csinálnom. Szerintem, aztán tudjátok. Jó, haladunk! Amúgy imádom ezt a druidot, mert a mágus ellen minden ellen megállja. Most még mindig a helyét. 621-es. Keci fegyvert kéne cserélni. Ké kéne egy patika fegyver. Pedig dolgozom, rég nem vagyok főiskoláskorú öregebb. Na, mióta tanulsz? Szabad kérdezni. 643! Faszal. Meg például ugye tegnap beszéltem arról, hogy most elvállaltam egy plusz dolgot, aminek ehhez a csatornához nincsen köze, Ö, és például én nem az, az nem azért vállaltam el, mert az, az ad annyival többet, hogy meglegyek, mert így is meglennék a mindennapokban, és ezért nagyon örülök és nagyon hálás vagyok, hanem a munkamorálom miatt. Ö, aki nem tudna egyébként, a tegnapi nap erről beséltem, és ezt igazából nem is jelentettem, még nem mondtam eddig senkinek, az IGN Magyarországnál leszek egyébként egyrészt narrátor, meg pár munkát fogok ott majd csinálni, Egyrészt, mert ők kerestek meg engem erre, szóval én erre nem jelentkeztem. Úgy voltam vele, hogy ez egy jó lehetőség lehet a mindennapjaimba. Végre egy hely, ahol meg kell csinálnom a dolgokat. Itt is meg kell csinálni, ne félre, csak azt mondom, hogy ott viszont vannak, vannak, nálam felettebb lévők, akiknek igenis meg kell valamit csinálni. Emellett nem lesz kevesebb időm se a streamelésre, én úgy gondolom, hogy annál több időm lesz arra, hogy olyanokat csináljak, amiket eddig elhanyagolva csinálok meg, és lesz végre egy olyan munkamorálom, amire egyébként lehet, hogy még büszke is leszek a későbbiekben. Szóval, ja, ennyi. ez is, hogy én így próbálok hozzáállni ehhez egyébként. Hát persze kiegészítésnek is tökéletes, csak azt mondom, hogy a, a minden lehet, hogy sokkal jobban fogok és sokkal keményebben fogok csinálni dolgokat. Most is például leültem vágni, és így fel nem álltam a helyemről több órán keresztül, és így korábban én ilyet soha nem csináltam. És most bennem van ez a flow, hogy na ezt most, na ezt most nyomni kell. És, és sokkal motiváltabb vagyok, mint előtte. És erre egyébként viszont büszke vagyok magam szempontjából. Meg ott nincs olyan, hogy most nem csinálom meg, és ezt, ezt szeretném. Ezt szeretném valahogy egy kicsit fejleszteni magamba. Szóval, ja. Felsőfokú angolt akarom megszerezni, hogy IT témakörre érdekel. Na, nyomod, nyomod, hajrá hozzá. Majd írt, hogyha van be valami fejlemény. Apró plusz papírokért most egész szívesen megyek. Mikre például? Jó, hát én amit majd tanulni fogok valószínűleg, amellett, hogy fejlesztem magam, majd a jogsit meg szeretném csinálni. Tudom, hogy nagy az, tudom, hogy most drága, meg a faszom de nem tudok visszamenni a múltba tök mindegy, meg amúgy se egybe kell kifizetni, meg tudom, hogy beszélnek itt az 5 600 as árakról, de nem mindenhol ennyi, tehát nem mindenhol ennyi. Van, amikor plusz órával tényleg meghaladja a 400 de tehát nincs az, hogy én itt vidéken most ezt 600 ezerért fogom megcsinálni, tehát hogy ilyenről szó nincsen. Ilyenről különösen szó nincsen. Mert pont most beszél, pont amikor erről beszéltünk múltkor, és írták emberek, hogy 350, 380, 400 esetenként, mit tudom én, nyilván az, mint alapár, nem mindenhol vannak ilyen kegyetlen nagy árazások, tehát nem Budapest közepén élek. Tehát azért az is teljesen. Meg nem is egybe kell kifizetni amúgy. Meg nem ez lesz a legnagyobb pénzügyi kiadás. Nem ez lesz a legnagyobb pénzügyi kiadásom, ha majd egyszer lesz jogsi kocsi minden, hanem a, hanem a kocsi meg minden. Az lesz majd a legnagyobb problémám. Tehát annak a fenntartása bármi. Még nálam ez még most nem szükséges. 69 hp -ja maradt. Most még ez nálam amúgy sem szükségszerű. Érted? Tehát nem megyek a B-be jelenleg. Ja. 550 körül lesz a jogsi, ha elsőre átmegyek, de az is 50 óra. Mi a fasz? Te valami nagyon drága helyen vagy, vagy gondolom azért, mert Debrecen. Szegeden voltam tavaly augusztusban, fejeztem, mert nem lett meg, befejeztem, csak vezetésem volt. 470? Az van leginkább az életbe, az hatalmas pénz volt kint az ablakon. Az igen. SF megy, SF megy, SF megy bizony. 80 plusz pont a felvi? Na, gratulál. Jogsi sponzi? De hogy lesz sponzi? Na, itt nem tudom milyenek. Mondom, van egy hely, amit majd egyszer felkeresek, mert ajánlották. Üm, viszont addig nem akarom, amíg nincs bennem egy általános tudás. Elmehetsz nulla tudásra is egyébként, de szeretnék azért átnézni dolgokat. Egy kicsit azért ne a legnullább adja, menjek oda. Ezzel kapcsolatban nem kicsit, kicsit legyen bennem valami, ami, amire, amire már tudom, hogy így, ja, az úgy oké. Okay. De ja, ennyi. De ezekről nagyon nem fog streambe beszélni, max, hogyha jön ilyen mindennapi helyzet, hogy felkúrtam magam valamire, tudok én is valamit, valamiről tévázni, akkor akár. De nem lesznek ilyen tesztkitöltések, meg a faszom tudja, tehát ezeket, ezeket el szeretném kerülni. Aztán lehet, hogy kurvára nem fog menni, az itt fogok egész nap panaszkodni. De nem tartom magam egy buta embernek, tehát amikor én leülök és leseggelek valamire, az megy. Tök mindegy, hogy miről van szó. Ha tényleg oda akarok figyelni és koncentrálni, akkor... Én érzem, hogy van bennem annyi, hogy az menjen. Árnyvilág, let's go! Gyere rám, árnyvilág. Ja, amúgy kaptam egy, kaptam egy vocsatornára uh, kommentet, ezt hadd olvassam fel, csak hogy válaszoljak a feltett kérdésre. Öm, az velet, lett? Hoppák, hoppák, az törölve lett? ugyan... Várjál, várjál, várjál! Ezt meg kell találnom. Ja, itt van. De ha az EU egy nem lesz hosszú távú, fasznak kezdesz bele, mindenki tudja, hogy kell vinni, mint a mágust, azt csá. Tehát egyrészt kurvára nem, másrészt ez, ez egy teljesen más kasz, tök mindegy, hogy milyen beállítottságú. Harmadrészt pedig én még nem próbáltam, szóval úgy voltam vele, hogy miért ne. Szóval miért ne csinálnám, ha nem lenne hosszú távú? Lesz legalább egy személyes kis pluszom, hogy mégis mennyire jó ez a kaszt, és egyelőre azt kell, hogy mondjam, nekem baromra bejön a, bejön a, druid. Tehát nincs az, hogy fasztak húzom, mert ugyanolyan, mint a mágus, egyáltalán nem, ugyanolyan, mint a mágus. Főleg, hogy most fognak rajta változtatni, főleg, hogy most fognak rajta változtatni, és a mágushoz azért sem érdemes hasonlítani, mert a mágus az mindent kell. Ez viszont nem bekkel ki mindent. Ezért vannak balanszolva a dolgok. Érted? Szóval ez, teljesen nem így működik, viszont úgy vagyok vele, hogy ilyen szervereket, amik ilyen újak, hogy EU egy bármi, attól függetlenül, hogy nincs nagy változás, érdemes azért megnézni, hogy akár egy szervernyitásnál lagol a szerver, vagy nem lagol a szerver, vagy fognak egyébként teljesen mást változtatni rajta. Mert például ott volt a V60, lehet, hogy tartalmilag nem változott a játék, viszont olyan csomagokat, eventeket úgy jött ki minden, hogy a játék mechanika tényleg Pár nap alatt, egy hét alatt, az meg azok, akik elkezdték komolyan játszani, nem sok ráfordítással, is elérték a 200 fölötti szintet. És azok mindenféle rekordokat megdöntögettek egyes játékosok a V60-nál. Szóval nem ugyanúgy működnek a dolgok. Ilyen szempontból. Szóval azért mondom, hogy érted, nem lesz hosszú távon, értem, de a faszért nem próbálhatnám. Na mindegy, de gondoltam, hogy ezt elmondom, hogy mondom, mi a fasz ember. Tehát, hogy a faszért nyomod? Mi ne? Érted? Milyen hátrányod származik neked abból? Érted? Szóval így mondom, oh, oké, okay. nem akartam erre válaszolni hozzászólásba, mert úgy voltam vele, hogy úgy is megválaszolom így a streambe, de ja. Egyszerűen nem értettem. Jó, mondjuk azt hozzá tenni, nem nyom olyan rendszeresen mondjuk akár, mint egy V60-at, de szerintem ebből most nincs is. Öt ugyanabból? Mi a fasz? Megvan az achievement is. Viszont nincs homokórám. Mert nincs homokórávent. Egyébként. Viszont olyat lehetne csinálni, csak hogy legyek egy picit uh, interaktívabb így a mindennapokban, hogy... Uh, jönnek nekem levelek rendszeresen, és ezek nem személyes levelek, érted? Hogy mit tudom én, pici a pöcsöm, mivel tudnám növelni, stb. Hanem olyanok, ok, amik akárhogy meg lehet válaszolni. Szóval úgy akarom, úgy akarom ezeket, hogy általában írt olyan levelet, így előre én összegyűjtöm ezeket, hogy micsodik, és megválaszolom, ö, megválaszolom így a streambe, és akkor nem kell egyesével visszaírogatnom ezekre, mert utána akkor jön egy levelezés, belegabajodok, mit tudom én, és akkor meg tudom azt csinálni, hogy akkor jönnek kérdések, hogy szia, azt szeretném megkérdezni, hogy órát valamilyen úton, módon lehet-e szerezni. Lehet, a varázsboltba lehet egy homokórát vagy tíz homokórát szerezni, küldetésekben is, a kockázásban is, viszont érdemesebb a homokóra eventnél, amikor egy homokóra helyett tizet ad egy áráért, tehát ha most a homokóra neked három gold, akkor a homokóra eventkor a tíz homokóra az egynek az ára lesz, azaz háromba fog kerülni, most mondtam egy példát. Ugyanebben ugyanebbe az esetben van, hogy a tíz homokóra helyett százat dobhat a varázsbolt, a 10 homokórának az áráért, szóval nem fog magasabbba kerülni, szóval, szóval az úgy tök fasza, meg a naptár is egyébként, abban is van valami, a kockázás az amúgy ad egy nagyobb plusz, ugye a kockázás az majd a, a torony, illetve a kedvencek után fog majd nyílni, és akkor majd van esélyed majd pörgetni, Mondom, küldetések is adnak egyébként, azt már fix kijelzi, úgy régebben azt nem nem jelezte ki fixen, és akkor ott érdemesebb Egyetlen egy dolog ilyenkor rossz, például most az EU1-nél jött egy nagyon jó helyzet, hogy erről beszéljek, hogy a kód az nem tartalmazott gombát, helyette tartalmazott szerencseérmét, amit én teljesen hülyeségnek tartok ez van, kigondolták valószínűleg, nem egy ember gondolkozott rajta, szóval szerencse érme, semmi értelme nem volt, szerintem több értelme lett volna a homokórának, mert az első három hétben nincsen homokóra elvent. Nincs homokóra elvent. Azt hiszem a negyedik hétben van homokóra elvent, minden egyes szervernyitás után, mert ugye az elején erődevent, aztán megint erődevent, most ugye az aranykedvenc, és akkor utána után jön a homokóra elvent, szóval ebből nem tudsz, meg hát a fizetősebb része az pedig a csomagok, tehát tudsz csomagokért is, csak ahhoz meg kell haladni egy szintet, utána most meg kell az alvilág, az alvilág után jön az alvilág, pak, és akkor majd ott lehet szerezni, és akkor majd még utána, mert mit tudom én, és abból még lehet pluszba szerezni, bár az a fizetősebb része. Szóval a kód helyett jobb lett volna szerintem a homokóra, most sok játékos hátrányban van emiatt, hogy most nincs elég homokórája, -e, vagy nem veszi meg, vagy mit tudom én, szóval, ja, túlpofáztam. Hmm karakter dizájnit írt nekem valakit ingis, hogy nagyon jó a karakter dizájnom, hogy látott már hasonló, de az enyém nagyon jó, és ez nem is a fő portrém, szóval úristen, köszönöm szépen, thank you very much, French, uh, habla espanyol, köszönöm szépen, szóval, ja, uh, sportja, portja, ezek amúgy régebbi üzenetek. Bocsi, hogy ezzel téged zaklantak, csak kis problémány hogy karakterem, az a kérdés, hogy tudnál-e abba segíteni, hogy ezzel kapcsolatban hova kéne írnom. Hát support. Nem hiszem, hogy nekem. Hát pakba van érte, csak nem mindenki fog rákölteni, mondjuk 50 eurót, vagy bármi. Ö, nem, nem érdekel jelentkezés. CS csatlakozást, azt sose tőlem kérdezzétek. Mondtam mindig, hogy nekem nincs közöm a céhekhez. Viszont most a háborgómat tisztviselővé tették a, a szerveren. Bár az abban is egy nagyobb szerver, meg nagyobb játékosokkal, szóval az ott ritka eset. Ahhoz van most már befolyásoltságom, hogy imbeljek, kirúgjak, mit tudom én, csatát indítsak, de eddig nem volt nem ilyen, meg ilyenek. Ja. ja. Számomra a karakter nem lesz hosszú távú, bocsáss meg. Tehát nem a szerver nem lesz hosszú távú, a karakter, amivel játszok. Hogy nem nem szeretném sokáig húzni, mert így is van már négy karakterem ezzel együtt. Tehát nem, nem a... Bocsi, az EU1-es karakterem nem lesz hosszú távú, bocsánat. Ja, itt egy céhes kilépés volt, igen, stb. Uh, akarunk-e hozzá csatlakozni, uh, pff, hát igazából most már minek lépjek ki, mondjuk ez egy jobb cél lovagokba, de én nem vagyok olyan, aki most ATP más másik célba azért, mert most 20 több a lovag, most ebben az esetben több volt, mit tudom én, 70, 60, 64 el 63, 65-tel, de ja. Hát meg ja. Figyelj, uh, igazából ilyen hülye mentalitás van ebbe egyébként, most nem sértésképpen mondom, de hogy azok hosszú, száv, azok hosszú távú szerverek, ami, ami, már hamarabb így be van készítve a játékosoknak, ezek általában az egész számú szerverek, tehát például mit tudom én a Mondjuk az S20 magyar, nem, az pont nem jó példa, mert pont nem jött annyi regisztráció, szóval nem fognak új magyar szervet seny. ebben majd, hogy nem biztos vagyok egy ideig. A V50 ez volt például, a V60 most ez, az EU egy talán még most azért, mert most új Európa szerver, és akkor az mekkora flex, de részleti az első Európa szerver, és akkor mit tudom én. De ja, de általában ugyanazok a játékosok mindig megtalálhatóak egyébként a top listán, mert valahogy, belőlük belőlik a végtelen mennyiségű pénz. Davalom mindig az egyik új portréjával, mert minden szervenyításkor kap egy újat. Itt van Traplex például, top 50-ben, let's go. De amúgy meg a magyar játékosok is tök jól haladnak ezzel például, de mondom, mindig vannak itt például a Turor, a Melendez, meg a társai, szóval, ja. Igazából. Na, mi a figyfenét akartunk csinálni? Na, démon kapu fölös. Let's go, ide. Hát meg figyelj, ha már haladsz a játékosokkal, akik akkor kezdik, amikor a szervennyitás. akkor is, akkor is egy aktív, aktívabb bagázsról beszélünk, csak valószínűleg nem a többség. Te például nekem ott a V46, két éves szerver, pár napi lett második éves szerver, és Számomra én úgy gondolom, hogy aktív. Lehet, hogy nem azok számára, akik most kezdenének itt játszani, de az aktivitás megvan. Érted? Tehát például Hellovétern is látom, hogy rengeteg aktivitás van a céheknél, és ez az amúgy már egy kettő éves szerver. És valahogy ez így meg tudott maradni, szerintem. Vagy nem tudom, hogy ezt hogy kéne felmérni, de értitek. Szóval, ja. Yeah. Két év alatt majdnem ötszáz szint. A, az én, én részem nem releváns, de ezt ne nézzétek. Vagy nem tudom ezt, hogy mondjam, tehát hogy ez olyan, mint egy geci ölni ebbe a játékba. Mint időbe, mint energiába, mint pénzbe. Tehát ez, ez az a része. De például valaki már megvan 500-as két év alatt. Tehát, hogy azután meg már sokkal nehezebb. Tehát jó, mondjuk ehhez hozzájött, hogy mondjuk nyíltak új kazamaták, stb. stb. És akkor azzal arányosan mindig megkaptad azt a pár szint lépésedet, amit lehetett. Igazából ennyi azért mondom, hogy ezt a, részt, ezt a részét ne nézd, de egyébként, hogyha kevesebbet ráfordítasz, a 400, meg a 420 az már biztos, hogy megvan egyébként, ha, ha nagyon aktívan egy aktuál szerveren, és az általános dolgokat mindig nyomod mondjuk legakazzi, mit tudom én, Hello társai, simán. Azt nem azt mondom, hogy free to play-be, ne félre, de ráfordítással abszolút. Tegyék már előre a fényvilágot, mert az ányvilág van elől, ez idegesít. Ez egy zavaró tényező. Ja, beketisztítom a tizedik világot. Cseréltünk fegyvert amúgy, nem? Cseréltünk. Kéne SF Tools néznem. Szóltok. SF Tools, SF, SF Tools, SF Tools, csak le tudom írni, köszi. Endpoint, uh, EU1, s 1sfgameeu Ja. Vagy tudsz személyre szabni, hogy melyik legyen elől? Egyébként ez nem egy rossz ötlet. Én tegnap beszéltem arról, csak még nem, nem nincs fent a Watch hogy azok a játékosok, akiknek mondjuk megvan az összes erőd épület, tényleg a százas, a bánya, az már tényleg egy nagyon messzi szint, akkor ne az legyen, hogy kapom úgy további nyersanyagokat, hanem akkor az legyen helyette gold. Nem tudom, ez így működik, mert én még nem láttam. Lehet, hogy ez így működik. De ha nem, akkor működhetne. Mert például nekem két karakteremen kész az Arena Manager, és az például a Runa helyett goldot ad. De azt nem tudom, hogy ha majd meg lesz egyszer a százas bányám, most 82-es, akkor, akkor a kő helyett goldot fogok e kapni, vagy a fa helyett goldot fogok e kapni. Mert ha nem, akkor tök hülye jön ki, mert már minek nyersanyag, érted? Nincs olyan achievement, hogy legyen kész az erőd. Ez nem tudom, mikor jelzi, hogy át van váltva. Például. Mert a max nincs olyan maximális erődfejlesztés. Vagy hogy van? Várjál. Hány achievementem hiányzik? Hát egy pár darab. Mik hiányoznak itt? Várjál. Jött egy kazamata, mert csak kazamatás, hiányznak, ez nincs, olyan, hogy fejezd be az erődöt az összes fejlesztéssel, mert az egy kibaszott hardcore achievement lenne. Van, akinek még soha nem lenne kész. Így néz ki a kész Arena Manager amúgy. Hogy... Vagy Arena Mestert. Kinek hogy. Ja. megcsináltad, ott valami milyen fejlesztéseim voltak, hogy mennyi volt a max érték, ezt így néz ki. Vagy kapok helyette plusz goldot, mert akkor rúna helyett ugye goldot ad. Yeah. Erődnél nem tudom ez hogy lesz, de szerintem az hasznos lenne. Mert, a, mert már a 600-as játékosok, mert azok már valószínűleg 600-as játékosok, akik ezt elérik, Érted? Azok már úgyis csak goldot szednek, meg statolnak, meg rámennek a helyezésekre, és körülbelül ennyi. Szóval, yeah. Nem is ide akartam. Ennyi karakter össze vagyok zavarodva, bocsánat. Ja, SF tools akartam nézni. Faszom, várjál. 142-es. 2,6 Az a nyámat. Na, az nagy. Na, most mi más cserélnék? A fegyverem az most jó. Hát figyelj, nézzük meg. 2 az esély? Majdnem 3, tehát hogy... És azt mondom, csak hát ennél tovább már hova. Nincsen, nincsen epic Event. Az a baj aztán. Egy hamar most nem tudok epikeket szerezni. De nem, 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 nem. Á, nem, várja, várja. Nem ugyanarról beszélünk, értem. Várja. Mert, várja. Nem teljesen ugyanarról beszélünk, szerintem. Lehet, hogy csak én értem félre, várja. Hol az anyámban van? Ott van. Minden épület maximális szint fejlesztése. De itt arra úgy tér ki, hogy a maximális fejlesztés az már a bánya 20-as szint. Nem a bányának a 100 szintje. Érted? Mert akkor még ugye tovább fejleszt egy nyersanyagból. Vagy például a tárhelynek a, mondjuk az lehet, hogy 45, de a bányának például az a 20-as maximális, ugye? Gondolom én, mert megvan az a Meg a kincstár sincs benne. Azért mondom, hogy ha megvan mondjuk ott a 45, a bányában a 100, ami nagyon hardcore eset, akkor onnantól kezdve mondjuk a naptár az ne erőnyersanyagot adjon, mert akkor az, érted, megvan az összes épület, minek maradna nyersanyag, tehát már ezt se fogom soha elhasználni. Érted, jó, valószínűleg összeszorozó valahogy kijönne, de érted. Az mondja, hogy azután szerintem, bár mondom, az tényleg ez rengeteg év játéka, tehát ott, szerintem már valaki hamarabb unja meg, mint hogy valaki eljutod áig. mert lehet, hogy egy idő után monotonná válik, meg a tököm tudja, de azt tudom, de hogy úgy, úgy, a max, tehát, hogy minden épület száz százalékra. Aztán lehet csak én gondolom ezt túl, mint egyébként nagyon sok más, de ez most mellékes. 1000 HP. Kisztár az 45-ös szintig. Jól tudom, 45-ös szintig, ugye? Ja. Aha. Na. Faszom fényvilág. Bele van rejtve a végébe. Igen, mert van alap 5 alap árhelyed, és akkor a 45-tel lesz meg az 50-dik. Na, azért mondom, mit csinálsz. Bolondos játék. 0,6, kéne cuccokat szerezni. Fegyver, az szerintem nem aktuális. Nem aktuális. Macska állarccal. Ja, tényleg azt is meg lehetne nézni, hülye vagyok. Tényleg mégiscsak a druidról beszélünk. A sas alak, tigris, viszont ott írja is, hogy hát uh, igen. Ott kevesebb esélyt ír. De ezt néztem mindig amúgy, hogy a tigris alaknál mindig kevesebb esélyt ír átlagba, mint a sasnak az alakjával. Tehát itt 1,6 százalék esélyeket ír, viszont a tigrisnél vagy 0,20, vagy esélytelen. Főleg úgy, hogy például a tigris alak az nem is lesz innentől, hanem ugye automatán fog működni az összes ilyen képesség a druidnak. A medve meg egy use lesz szar, az sose jó. Nincs az a példa szerintem, csak nagyon ritka esetben, amikor jó amúgy a medve alak. Jó, ja, én, eddig csak a sas alakkal játszottam. Olyanokat rá, ráver, érted, beszarik az ellenfelem, pedig csak egy rajzolás. Tehát egy, egy, rajz, rajz karakter, szó szerint. De azért mondtam, hogy vannak esetek, mert aztán tudja, írja valaki, Hadd nekem a medvallak a legjobb! Érted már, hogy mitől elverték azomat amire amúgy is mindig lett volna esély, akármelyikkel, de igen. Kétszázalék. Spemeljük le, németezés, közé. Mondanám, hogy lóbálom német zászlomat, de lehet, hogy az most félreérthető lenne. Sok esetben, kontextus nélkül. Szerváljunk új cuccokat? Szerváljunk új cuccokat. Hát, ha bedob egy epiket, azt megnézem, hogy mekkora a különbség. Hogy a segítőkkel ányvilágot tolni. Jó, hogy már ösztulajdonságban 149-es. akszta kurva. Hát ez most gomba égetőnek hívják, srácok. Ezt ne csináljátok, köszi. Na igen. Nincs epic event, szóval most bízom a szerencsére. Ösztulajdonságosok slot nélkül. Még azt se érdekelne, ha nem lenne slotos. Most annyit rá tudunk tenni. Én egy hardcore játékos. Szétkattintja magát, köszi. <coughs> Na igen. Na valamit. Én nézzünk először a sima itemeket, aztán lehet, hogy majd úgy fogjuk összetenni a dolgokat. Kitartás, kitartás. Szóval legyen az, hogy ez a sor így mind kitartásos lesz, max azt akkor lecseréljük az epikeket. Max kevesebb szerencsém lesz, de szarni bele és megpróbálom ezt mindig logikusan összerakni, hogy valamelyik része értelme legyen, valamelyik része kitartás, mondjuk alapból tök mindegy lenne, csak ezt a kövekkel szoktam így, hogy mivel három kőke, ezt mindig, a varázsboltba kapott cuccokba rakom, azt akkor nem kavarodok össze, és tudom, hogy mit hova kell. Még sima itemre nem rakok szlotot, az nekem annyit nem ér. Erő, erő, minden. Pont azt nem fogja dobni, hogy nekem kell. Ki kitartás. Hát figyelj, most cseréljünk le mindent, az cső. Én is szarok rá, mit hova teszek. Kitartás. Csak a többi az értelem lesz. Hát ennek a szórása viszont igen egy kula, de hát mindegy. Nem, de szerzünk, nézzünk, amit tudunk. De valószínűleg minden epiket le fogunk cserélni amúgy. Kicsit, kicsit már audétek meg hát rohadt gyorsan fejlődsz ilyenkor összejönnek a dolgok. Értelemre adó melvért, az azonnal a legjobb. Vagy értelemre adó kesztyű. ezt a melvért, de bocsi. Erő. Nem. 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 Erő. Erő. Értelem kitartás? Az menjen? Vagy egyértelmű legyen? Hát mondjuk fele-fele, hát mi a fasz? Ezt a többi értelem lesz, amit belerakok, max az cső. Má már ez másabb, úgymond. Hát a többi értelem, amit keresünk, az cső. Megvan oldva. Hát lecseréljük sima itemekre. 15 krit, hát epic hiányában sajnos igen. Epic hiányában nem tudok most mit csinálni, de hát mivel nincs epic úgy muszáj cserélni, mert már szarok ezek az epic itemek. Szóval, hát ha van szerencsém, az dob be valami jót, az, vagy maximum kiszedem az ösztulajdonságot, azt akkor oh, nem, nem tudom. Nem tudok most velem mit csinálni. De az nagyon jó nekünk. És az még jóval kevesebb lesz amúgy. Aztán, ja. Talán itt a gyűrű az új, de az még úgy is, hogy még az akkori szint, amikor még itt most nem kezdtem el kazamatázni. Jöttem lopni? Mit lopsz? Az idődet magattal esetleg. A pótikat most, vagy vegyünk, vegyünk egyet párat. erő, 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 szerencse. Sajnos ez igaz, hát nem értem. Ide csak hozni lehet. Mit, mit, mit vennél? Ez a piac szerinted? Az ott, az ott majdnem. Nem akarok bele rakni. És találunk valamit, nem? Hát most a 126-os baz meg, hát most a krit az szopó. De a sasalakkal lehet, hogy még ezt megelőzzük, mert ja. Imagine mi életed lehet? Hát ez most a rám nézve szar, amúgy nem? Az a végső kétségbees, és ha azt nézed, amit csinálok, hát ne tedd ezt velem. Hát leszedünk mindent, az csá. Csak nem olyan fos, ami itt megy. Remélem. Nem mondjatok semmit, köszi. nincs ezzel semmi. Lehet annyira unalmas egy hétköznapot csak. Hát mi a szar? Hát ez most, hát ez most egy ilyen kókánya, de ja. Ez igen lett ezzel valamivel több. Valószínűleg a támadásom, de így köbben ennyi. Hát fi, szerzünk epiket, majd ezt akkor jó lesz. Esélyünk mennyivel több? Lehet, hogy csak rontottunk az esélyeken amúgy. Ugye kiderül. Na re? Nem látsz másokat, eltűntek az emberek. Meghaltak, kész vége, rotty, két százalék. Na hát akkor több lett az esély. Ezt tigris alakkal meg sem merem nézni. Hát nyilvánvalóan. És már amúgy az Árnyvilágról is van esélyünk. Hűűűű, ez igen. Az már fix epiket jelent anyukám. Azt kezdünk bele a dolgokba. Hát igen, sajnos nem epikek, de az aktualitás megvan. A sasalak legalább meg annyival segít, hogy annyira ne kelljen, az, ne kelljen a kritet néznem, mert tehát a lecsapás esély 50 és a bónusz az plusz 500, szóval max a sima, sima karmalásnál számítana valamit. Nem a stream a probléma, hanem, hogy te nem tudod bármi hasznosabb, az időd? De te is itt vagy, te se tolod semmi hasznosabbval, vagy közbe kötsz, vagy ö, tanulsz. Akkor a tanulásra koncentrálják köszi. Nem úgy, hát figyelj. Én attól ugyanúgy itt vagyok, az már más kérdés, hogy kit érdekel, amit csinálok. Az úriember? ember. Hát figyelj. Kinek mi? Metin De nem nagy függője lettél. Nem metineztem azóta, mert más csináltam kapálni mentem reggel. Ez volt, ez volt a legjobb időtöltésem. Ez volt a legkedvesebb időtöltésem. Függő lettél? Na hát ez egy szomorú pont, nem gondolod? Nem, nem gondolod? Esetleg? Mind a te hibád? Na, na, ne, ne azt az én nem. Érzek, érzek én itt némi kabukát ebben az egészben, nem? Mert de, én azt érzem, hogy itt valami nem igaz. Adjál valami epiket, úgyis úgy egyik itemem sem epik. Így szokták csinálni élvezettel. Az anyád picsáját? Na végre, köszi. Na hát, az, az zseniális, mindegy, legalább jön. Van az cső. Két kulcs, ha. Ja. Ja, Nézd Kartaszt, jó lesz, mondták. Kapsz, bögrét is mondták. Függőséget kaptam, Getsz. Ajaj. Sajnálom. Bár nem sajnálom, de saj... Fogalmam sincs. Annak mondjuk örülök, ezt múltkor is mondtam. Mindig játszok, hogy mondják, hogy meghoztam a kedvet, meg ilyenek. Ezt amúgy szeretem. Ü. 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 Legalább csórikra tegyek már valami fegyvert a egy optos, még az úgyis értelem, az mehet neki, legalább több, mint a semmi, az legalább ad valamennyi pluszt egyébként. Azt kéne nézni a többit. Erőre, akkor. Szenvedj! Értelem. Most jelen esetben tök mindegy, hogy mit teszek rá, szerintetek? Vagy legalább... Vagy legalább olyat tegyek, ami amúgy a fő... ...tolga a szerencse az még elfogadható. Mondjuk ezt, mondjuk ezt, hogy még elfogadható. Én egy optosat próbálok keresni. Tök mindegy, hogy milyen, mert nem tartja meg a kitartást, mert az meg erőre adja. Az sem mindegy, hogy értelem, mert akkor értelem lesz a izéje, tehát teljesen megkavarja az egészet egyszerűen. de csak a szerencsém múlik, hogy erőmmel legyen, mert látod, hogy erőm volt, az áttette értelemre. De még azt sincs szerintem, hogy ellentétesen adja. Mert hogyha mondjuk ez felderítő fegyver... Szerencse. Hát a faszomat akkor... Még megnézek egyet, hát Az megtartotta az ügyességét, és így ennyi. Ki lesz ma a sztoriban? Raktam ki is, nem? szorítam. Hallod, fogalmam nincs. Raktam ki is a vagy nem raktam ki? Nem raktam ki sztoriba semmit. De nem tettem, nem? Megpróbálok kell odafigyelni általában. Hát nem raktam ki sztorit, hát akkor mindegy. Akkor senki nem lesz benne. Miért nem tölt a telefon egyébként? Az, hogy végig majdnem lemerültem. Ja! Kihúzódott a töltőkábel azért. Hát úgy nehezen fog menni bármi is. Ja, hát igen, a mai sztorira nem raktam ki. Hát akkor nem streamelek, látod. El van döntve. Na, itt már van esély azért. Csórók is kaptak valami fegyvert. sajnálom nem a legjobbat, de... Ennyi. Lennék a sztorit kacsint? Ja, ilyenkor mindig valaki lesz az Insta sztorimba? Há, hogyne. Tudod, mennyi idő megszerkeszni egy Insta sztorit? Két perc. Tudod, milyen sok? Sácok, az egy két perc, az nagyon sok idő. Tudod már be, te alja. nem a crit hiányában ez kicsit nehezebben fogja tolni, szerintem. De hát igen. Ó! Oh! Ez az. Kapott a harcos valamit. Mert nekem felderítő tucaim vannak? Felderítő tucaim vannak, szóval. Felderítő tucaim vannak. Ja. Bár lett volna bármikor két perc. No! Az mi. Attól még szeret. K -köszi, köszi haver, köszönöm szépen. Nem tudok veled mit csinálni. Igen. De egyébként mondtam, hogy elolvasom a leveleket streambe, ha bárki bármit ír, és Getsz, így tudtam, hogy egyből fog egy ilyen érkezni. Annyira sejtettem. Anyámat százra neved, mert agyonverlek, vagy agyonveretlek, ha magasabb vagy nálam. Miatt csak függő lettem, tegnap Latyit akartam kiírni, az véletlenül Alex lett, mondomnak, hogy gyorsan verjük el erre, megvert. Igen. A legerősebb kaszt. Alapjáraton nincs ilyen, szerintem a mágussal nem lősz mellé, aztán vissz lehet. De amelyik neked megtetszik, tehát elkezdesz egy kasztot, lehet nem azt fog neked tetszeni. Onnantól kezdve meg már tök jó vagy. Érted? Most van már egy csomó kaszt a játékba, ez valami. én azt mondom, mágussal nem lősz mellé, az már kapásnak egy jó kezdés. Szerintem ezeket a vegyes kasztokat, amik ilyen bonyolultabbak, azt szerintem nem érdemes. Még az elején, mert akkor legalább ismerkedj a játékkal, a mágus, meg van annyira egyszerű szerintem, hogy ne el mellé vele szerintem. Ha kipróbálod a játékot. Mi a véleményem a druid átalakításra? Nem csak a druid fog változni, hanem a bárd is. Ezt úgy könnyű megegyezni, hogy azok a kasztok, amik amik tudják változtatni a képességüket, ők lesznek változtatva, automatizálva lesz a képességük. Hát kíváncsi leszek, figyelj, ha kapok esetleg béta hozzáférést, megnézzük, akkor valószínűleg nem pénteken lesz stream, legham vagy nem pénteken lesz legközelebb SF, mert uh, szerda csütörtök, péntek, szombat, ja, de hát akkor a hétvégéig is tart, hát akkor de azt megnézzük a lehetőségeket. Hát úgy automatizálva, hogy például a druid esetében kiveszik a tigris alakot, ugye ez a kettő lesz automatizálva, viszont a sima alakban ki tud majd térni, a bárnál pedig az, hogy kiveszik az összeset kivéve a lantot, és akkor az lesz majd automatizálva, hogy nem te választod ki, hanem akkor automatán fog működni a kaszt. Szóval valami ilyesmi azt hiszem. Nagyjából ez lett így mondva. Mert ez a két kaszt, ahol ki lehet választani, hogy mit művel is, akkor innentől nem lehet majd kiválasztani, hogy mit művel is, akkor így ennyivel lesz másabb a dolog. Én meg kávéfüggő leszek be az, hogy minden nap már megiszok kettőt, ami amúgy nem jó. Ó, cirkuszosra van két százalék. Let's go. Már amennyire sikerülni fog. Jó, Shakespeare Fidget, tehát köszi, Shakespeare Fidget, köszi. Megyen, hát gondoltam a druidot egy picit megpróbáljuk fejleszteni, aztán. Aztánja. Most így, hogy nincs epic event, most ennek a hiányában. Nem tudom, hogy a kövi heti eventek mik lesznek amúgy, de felkete eventek, itt a csetem, várja. Felkete eventek, és akkor itt van a táblázat. Hogyha most a harmadik hét van, és csak az ötödik hétben lesz homokóra-event. Várjál. Szarul mondom? Igen, mert az első hétben, amikor nyílik a szerver, akkor, akkor nem ezek az eventek vannak, hanem a szerver kezdő eventek, és akkor ezek, ezek hiányában mások az eventek. Ugye ez volt az előző heti. Ez a mostani. Ha jól mondom mert nagyjából ezek ismétlődnek, és a negyedik heti event lesz a következő majd, gomba eventel, epic eventel, erőd és kovács eventel, ugye? Azt hiszem most a negyedik heti event van, logikusan. igazából nem logikusan, mert minden össze-vissza van, de Excel táblázatban, ami van, az viszont le van dátumozva, hogy melyik dátumkor lesz. Tehát azzal még talán úgy egyszerűbb is várják. Itt van, a, itt, itt, van a, itt van a részletesebb event táblázat, hogy 2023, ez itt volt új év, első hét, második hét, most vagyunk ebbe a hétbe, ugye? Vagy mi? Nem, folyatékos vagyok, ebbe a hétbe vagyunk most, bocsánat, igen, abba, és ez lesz a következő, hát akkor ugyanúgy a gomba, klotyó, kedvenc, event, erőd, Kovács és az Epic. És akkor majd csak a következő héten lesz homokóra elvent. Tehát az ötödik, ötödik héten lesz majd homokóra elvent. Ja. De a szervenyítás után mindig az ötödik hét. Szóval, ja. Az úgy sok idő, igazából. De, ja. Szóval nem a következő héten lesz homokóra elvent. Ak akkor, akkor ugye, ugye a legjobb elventek lesznek szinte. Kedvencemet az azonban patika, nekem is az lesz lassan a mágus, hogy megint lesznek, amiket felhúzok 200-ra. Az holnap lesz 200, és akkor megint uh, kitartás, plusz kitartás. Uh, itt is egyébként. Nem, az most várja. Igen, most van 71500, amit nem is egyből frissít le. Ezt meg kell várnom, hogy megkapjam majd hozzá a bónuszokat. Uh, itt is fel tudjuk fejleszteni 199-re. Itt most erre most nincs. Őőőm, gyümölcsöm Fogy el a helovétros egyébként El fog fogyni a helovétros szerzett gyümölcseim De ott ott Egy hiányzik ja, Már 72.100, igen És nagyjából megvan most a Kettő-egy arány, hogy 140.000 70.000 Jaj, ja, ja ott lassan megvan a 70 millió és úgy próbálom itt is, már csak köbös statolgatok, azt ennyit csinálok egyébként. De szépen halad a karakterem, amúgy rohadjak meg, tehát elég, elég jól halad. Elég, eléggé, elég patikán halad. Meg kedvenceket is már, az lassan, lassan, de hát hogy lassan, de biztosan meg lesz amúgy az összes. Mondjuk ilyenkor ez egy baromi nagy haladás, hogy így tudok, tudok itt foglalkozni a dolgokkal. Szóval, ja. Meg Megvan most a két milliárdom egyébként. Na de most nem is az a lényeg. Csak mondom, itt a kedvencetetésekre akartam. Három legokövet kapom eddig mindegyik kicsi. A Latya nagyon fosul kapja amúgy a köveket. Tehát itt mindenhol más, másnál látom egyébként, hogy nagyjából kapja a köveket, és így nézd meg Csóri Latyit, nézd. Így nem is az, hogy mind fekete kő és tök szarul jött ki neki, hanem minden legakő az neki kis legakő. És így én például, amikor szedtem a köveket, úgyhogy nem erődevent volt, én csak nagyot meg közepeset kaptam. Az nem is kicsi? Hát a többihez képest igen. Várjál, fényvilág, fényvilág. A happy slap le tudnánk verni. Egész nagy, hát átlagos méretű, ugye. De jövő héten erődement amúgy is. Mua. Katy uh, hát egy, egy, gad egy konkrétan. A pop queen, ugye? Az átlagos méretű? Hát átlagos méretű. De mi átlagból? Egyébként az igen, ez kérdéses. Most kajak német ezek amúgy, az egy elverjek egy kibaszott kazamatát, tehát ne csináljuk már. Próbáljunk epiket keresni. Hát, a bedob egy fasza epic fegyvert. 8% kritem van, őristen. Törpe? Hát a testmagasságom nem magas, de hát a szívem az hatalmas. Na, ezt hívjuk most égetőnek. Konkrétan szenzáció. Na, végre valami jó kezdés. Köszi a faszomat, hát még ekkora szerencsét a házhoz. Köszönöm! Még ekkora szerencsét, még! Ha bead egy harmadik három optosat, ma elmegyek lottózni. Kaparok valami sorséget, rohadjak meg. Gamba, gamba. Na hát a maxus gumimaci. Hát, jó, hát akkor nem megyünk. Hát sajnos így az epic event hiányába, igen most így tudjuk szerezni, de legalább már 15% a kritem. Erődevent? Hát annyi, hogy dupla nyersanyag, illetve csak nagy köveket tudsz majd szerezni. Meg nyersanyagot a küldetésekből. Nincs végtelen gombám. csak el van a gomba számom egyébként. Most sok van, mert most nem játszottam ez az utóbbi időben, aztán így még uh, lett is rá gyűjtve most, most azért van sok, de egyébként ha aktívan toltam volna így az utóbbi pár napba, akkor, akkor most nem, nem égetnék el ennyit fölöslegesen. Nem égetnék el ennyit fölöslegesen, csak az, hogy amióta én így már egy másfél hete egyébként izé, nem nyomtam, most úgy voltam vele, hogy mivel úgy is fogok haladni, most erre most nagyon szívesen rááldoz az ember. Nincs végtelen gombám, tehát most nem tudom, mivel tudom mutatni. Most mindegyiknél sok gomba van kivételesen, de van, amikor mondjuk úgy zárom a streamet, hogy elfogy a gombám, azt nem tudok mit csinálni. Tehát, ja, ja. Nincs végtelen gombám. Ez, 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 az, ez, az a, baj, ami egy olyan poénnak indult, ami sajnos már inkább tagadok, mert nagyon sokan elhitték. Nagyon sokan elhitték sajnos. Ami nem, egy, nem, nem, egy, nem, nem, vetett rám pozitív fényt. Igazából. Amúgy jöjjön a 149-es is egyébként. Sajnos különbség, de nem tudok vele mit csinálni. Ez ilyen betanított szöveg? Nem, csak egyszerűen, egyszerűen, annyiszor el kellett mondani, hogy, hogy nem tudsz vele mit csinálni. Én nem tanítok be senkit. Sajnos már mindenki, mindenki tudja magát, hogy mit kell mondogatni. Mert annyiszor el kellett ezt sajnos magyarázni. Persze, zuppal leültem, és akkor mondom, hogy zupp, amikor feltesznek valami kérdést, akkor ezt kell szó szerint másod ki a, másod ki a és akkor azt, azt -telt be. Hogyne. Pontosan. De most az ilyen gomba égetősen pazarolunk. Ja, most pazarlunk, most nem tudok vele bicsálni. Moderátori továbbképzésben? Így van fél évente, fél évente lévő továbbképzések. Hát szó, szót emelünk, vagy néha, néha beszélünk ugye a fizetésemelésről, ugye megduplázik a fizetést, meg ilyenek. Azok általában nagyon tudnak menni. Azok, azok kivételesen nagyon jók. annak, annak, annak olyan, hogy mindenki örül. Ugye? Hát viszont szóval már csak két item lenne, szóval lehet varázsboltba kéne szétnézni. Ha feltétlenül nem is fog most fegyvert beadni, de már megvan a 20%-os kritesei, ami aztán már most egy többség. Megnézzünk egy útsó epiket, hát dob. Még egy pár kattintással, nem akarom végig kattintani, mert aztán, aztán kazamatára nem lesz sajnos. Most így is egyébként sokkal több, mint amit kellett volna. Jó, megyünk varázsboltba, én azt mondom. Meg vegyünk homokórát, azt akkor legalább ami mennyibe került ott az EPIC? 98 ezer? Hát akkor ne sokat legyünk. Ami a mai küldikre elég, aztán majd. Nem tudom. Mi az még egy? Hoppá. Micsoda szerencse. Na, ezek most mind 100 homokóra lenne, hogyha lenne homokóra elment. Amúgy. szóval, szóval, ja. Yeah. De már belemegyek a minden tulajdonságosba is egyébként, főleg így, hogy ritkábban dobja az epiket. Így azért nem ártana szerintem. Hagyj már be egyet létsz, tök mindegy, hogy mit, szarok rá tényleg. Jó, mondjuk gyűrűt ne dob be De úgyis gyűrűt fog bedobni, tehát teljesen lényegtelen. Kijön a 6000 gomba? Fantasy flexelt amúgy. 19 gomba, meg mit tudom én mondom. Ez az. Jó költek ezzel. Helyes. Ez Nyilván. igazi kalács. Gyenesd! Köszi a Prime szabadat, Nagyon szépen köszönöm. Üdv köztünk. Köszönöm szépen a támogatásod. Nagyon szépen köszönöm. 90 2000 zenéket szeretem. Figyelj, ha nekem kéti perit játszanak, akkor nekem már bőven elég. Nem is kéti peri. Jó, mert a Selena Gomez is, köszönöm. Ez igazi kalács. Jó reggelt kisebb, mint három. You are beautiful, like a dream come alive, incredible, a sinful, miracle, lyrical. Na jó, van, elég. Bocsánat. <laughs> elég, elég, elég. Na. Do you know, baby? I, I love <laughs> Igen. Na, nyugi, nyugi. Csak kérdezték itt, milyen zenéket szeretek. Nekem már retro. Köszi, köszi. Cringe. Jó. E -e 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 Hallgass! Pip, pi, pi. Jó, az két tipperi még nagyobbat megy. X-faktor materiál. Figyelj, már csak azt kell mondanom, hogy amúgy szegény környezetből jöttem, öm, euh, meghalt a macskám, szomorú vagyok. Az már nagyobb esély. Az már nagyobb esély. Én úgy gondolom. Az, amíg nyerhetek is akár. Nagyon jó, esélyek tárháza. Nézzük meg a kazamatát. Nem beszélünk róla? Csak az a baj, hogy ti ezt most láttátok. Na majd egyszer tartunk egy karaoke estet. Már úgy is szeretnék egyszer. Szóval, ja. Születésed előtt? Ha? Ahogy? Friss élmény? No! Jó, ne beszéljük jelekről! Nem akarok senkit lehozni az életről. Karaokeest! I like your love song, baby! Ugye? Na, most annyira ráköltöttünk az epikekre, hogy... Nagyon. Mondjuk annyival megkezdhetném a dolgokat, hogy akár, ha... Megcsalva küldiket, akkor a segítőknek tenni cuccokat. Nem mai sláger? Hát nem mai sláger, persze. Ezek, ezek örök érvényűek. Ez így van. Nehezen? Um, nem tudom miknek a hiányába. Lehet, hogy most túl tudod, aztán most így az csak akkor lenne jó, hogyha több epik lenne, több HP-val, mit tudom én, mert a fegyverem az még jó. Tehát... Éh, nem. Mi a ja, fasz? Várjál, várjál, várjál. Nem, nem. Nagyon nem. Nagyon nem jó a fegyverem. Kéne egy fegyver. Tehát után minden ment volna? A oh, biztos. Az, ami szenzációs kontent volt. Én nagyon éltem. Én, 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 nagyon éltem azt a tartalmat. Szerintem menő volt a maga módján. Jó, majd jöjjenek ezek. Pi, pi, pi. Részeges SF? De is. Nem bántott meg engem senki. Erő. Faszom. Nem rángat meg a tics? Mi miatt? Ha iszok? Azzal nincs baj. Csak azt nem akarják, hogy kihányjam. Ők is odafigyelnek arra, hogy ne pazaroljak alkoholt. Tehát, hogy én egyet értek ezzel. Ja, zene? Ha visszanézed a vodot, nem szól ezen a, a háttérbe. Hát mondjuk a páncél miatt mondjuk tró. Ez harcos stuff. De neki már van epic -je. Na jó, folytassuk a küldiket. Szerzünk goldot. Nem mennek a zenék a háttérbe. Visszanéz a vodot, meg hogyha a vod ez fel lesz töltve, akkor se. Szóval, ja. Amúgy azon gondolkoztam, hogy úgy kérdezem, hogy felveszem külön ezeket, úgyhogy a sávot nem jeleníti meg, mert streamben néha hülyén jön ki zene nélkül, ha visszanézi valaki. Vodra viszont jó zene nélkül, mert ja. Most gondolj bele, valaki itt most látja azt, hogy itt kornyikáltam, meg össze-visszaság, érted, aztán nem érti az egészet. Közben nagyon szépen köszönöm Jenesnek még egyszer a Prime szabot, szabot nagyon szépen köszönöm, üdv köztünk, használj szeretet az emótokat, köszönöm szépen, hogy nekem adtad a Prime szabodat, illetve Dezi, neked is nagyon szépen köszönöm a 11. havi Prime szabodat itt pár perc ezelőtt, nagyon szépen köszönöm kettőtöknek, köszönöm szépen, használjátok szeretet az emótokat is, üdv Minden kattintás után, hát nekem rotty. Akkor nekem végem, köszönöm. Hát a páncél max a fegyverboltban, a varázsboltban... Hát igen, azok nem adnak páncélt. Tíz perc, fú, amúgy. Ha a tátrásra nem kajáltunk volna, akkor szintúgy. Miért jobb az asztali a laptopnál? teljesítmény véget, jobban elférnek az alkatrészekben kevésbé melegedik fel. Öm, nem tudom. Én nem tudom, hogy a laptopra még érvényes az, hogyha töltőn van, akkor nagyobb teljesítmény lesz, mint ha nem lenne töltőn. Ez régebbi laptopoknál igaz volt, mostani nálam úgy fogalmam sincs. Az asztali lep vagy a laptop az meg hordozhatóságban nagyon jó, tehát... Nekem mindig célom egyszer egy laptop, csak aztán rájövök, hogy mi a fasznak. Tehát, hogy vinném én magammal szívesen, de ritka az az alkalom, amikor nem vagyok itt napokig. Érted? Érvényes még mindig? Hát akkor például az is, hogy érted, hiába hordozható meg minden, bár nem hinném, hogy a utca közepén akarsz majd valami FPS játékkal játszani például. Az máta. Erő. De van mápik hozzá. Nem sok minden múlik. Például vannak olyan laptopok, amiket amúgy lehet upgrade-elni. Akár tárhelybe, akár ramba. Én pont láttam egyszer egy ilyet, ami ilyen, ilyen újrahasznosított dolgokból lévő laptop, nagyon jó teljesítménnyel mellesleg, és lehet bővíteni a RAM-ját, lehet bővíteni a hátterét, SSD-vel, akármivel. Amúgy az nekem tetszett, meg amúgy egy. Hát, bizonyos árakhoz képest szerintem szimpatikus volt, de meg 144 Hz volt a kijelzője. Az nekem tetszett. Nekem az úgy elvárás lenne. Ja. Hát kinek miért? Tehát ha most például neked a hordozhatósága lényeg, akkor hát mi a vennél aztalit, érted? Tök evidens. Szóval, ja. Nem mennek a coolerek, csak nagyon ló, ha nincs bedugva? Ja, mondjuk, hát, ja, meg a kuka páramot tesz Értelemszerű. Melvért, melvért. Kesztyű. Hát egyiknek sincs. Jó, melvért kesztyű. Hogy támadásra semmit nem akar adni, mindegy. Csak egy tank karaktert belőle, az kész. Az van, az van, az két optos. Az is harcos, szomorodj meg. Akkó, etki. ki! EGPU dokkolóval otthonra. Ez kisul az egész, leolvad. Jó, van, nézzük meg így. Az úgyis rajtam fog múlni a végén, tehát. Esélyeket esetleg. Ez megkönnyíteni a dolgom. Jaj. Asztali pöcsö? Hát persze. Csak ilyenkor a hordózhatósága hiány, ugye? Még valakinek egyáltalán nem, de ja. 8 százalék? Hát add már be. Viszont szerintem tigris alakkal totál nem lenne annyi, mi? Tehát egy... Team sas. Team sas. Azt kinek van arra pénze? Újra Ryzen Proci 49! nel az enyémet is egy NASA-gépnek tartom, pedig aztán nem olyan. Forgószél. Érted, annál többet már hova? Team Mákos, magad. Csak szígyeld magad. Ö, még három mille. Na, pont van egy pénzem amúgy, nem? Ezt tudom, hogy ráér később is tolni. Nem kell szerintem megint baromkodnom itt streambe a forgó szellem, mert ez ilyen, ez ilyen szpemelés. Oké. Okay. Oké, okay, oké. Okay. Bocsánat, nem mondok ilyen csúnyaságot, ne haragudj. Nem akartam ilyen csúnyaságot mondani, eskü. Na, a törpenövésű gnóm. A 150-esek meg vagyunk amúgy. Az arra jó, amire kell. De jó, a haladás most kicsit nehéz. Árba jobban megéri az asztali. Szerintem mind a kettő kurva drága. De hát figyelj. Ha nem számít az, hogy most asztali vagy laptop legyen, akkor szerintem asztali. De ilyen árak mellett szerintem most minden drága. Tehát, hogy egy olyan gépet, amivel el tudsz játszani szinte mindent, az is szerintem már egy 400 ezer, nem? És lehet én hülyeséget mondom? Nem, nem mondok És Attól függő, mik az igényeit szerintem. Tehát, hogy nem tudom. Mármint, hogy magadnak rakod össze. Hát jó. Ja. Kinek hogy persze. Érted? Most mi számít, mi számítom, úgy egy jó konfignek? Most például, ami, ami a pankának van, szerintem az tökéletes. Arra, arra hogy minden napi játszásra, tehát 1080p, 144 hz mit tudom én, kibírja teljesen. Érted? Ott van egy 1660 Ti, Ryzen 7 2007, 16 giga RAM, DDR4, 3000-es vagy 3200-as, de most e, tényleg, én, én az, én nekem is pont ugyanolyan konfigom volt ezelőtt, bőven fasza szerintem. Az így a, nem azt mondom, hogy legbézikebb, de az, azzal úgy már úgy tudsz játszani. Ott már szerintem nincs hibád, nem? Szerintem. És akkor nincs is az, hogy drágább dolog, vagy mit tudom én, meg nincs is az, hogy azt már egy év múlva cserélni kell. Az a kártya is bírja bőven szerintem. A processzor is egyébként bőven oké, okay. a RAM 16 giga az, az azért szerintem már kell, szerintem szóval a 8 giga az kevés, függően attól, hogy mit akarsz játszani, a, az alaplap meg már ugye a kérdéstárgya, a táp az azért legyen egy faszatáp, a házat se sajnálja az ember, szóval az is ott van minimum 3-50, nem, most így nem fogom egyesével kiszámolgatni, csak így hasültésszerűen pont a volt egy ilyen videója, nem is olyan rég, hogy a, a leg, leg, legbézikebb, laptop le, vagy asztali gép 2022-be, ami úgy megéri a, az átlag felhasználónak. Nekem is pont Ryzen 7 2007 volt, úgy 2060-nal, az, az, csak egy picivel jobb kártya, mint a 1660 Ti, szerintem. De nem vagyok az a tech ember, szóval biztos, hogy van, aki egyébként azt mondja, hogy a ah, sem, sem Érted? de hogy igen. Persze, hát nekem is, hogy 8 volt, akkor észrevettem, hogy kevesebb. A 16 azért, 6 16 már volt különbség. Meg hogyha mondjuk FPS játékot akarsz játszani, hogy legyen már azért 144 Hz-es monitor, azért vigye meg, meg a 144 FPS, nem is kell magas grafikán, bőven király. Hát 400, de csak a kártyáért 400 már extreme. az már extrém. Az extrém szerintem, tehát. Szoktam -e valakit nézni Youtube-on? Mikor, hogy? Amúgy. Most ilyen dokumentumfilmeket szoktam nézni Youtube csatorna, akinek állandóan megnézném a tartalmát. Hát nem tudom. De általában, amikor kajálok, akkor szoktam. Mit olyan pamkutyáiknak, vidmennek, kit szoktam még, technoszkóp, technoszkópot azt szeretem, szecsó videót. Ennyit. Nem tudom, mikéket ritkábban, mert néha jobbakat esznek, mint én, és akkor kevésnek érzem, amit én eszek. Bandit, ugye Rávenkrákent, ennyi. Ennyi igazából. Én nagyon kevés csatornára vagyok már feliratkozva. Ja. Érezni fogod a különbséget a 144-jel szerintem, ha nem sajnálod rá. Most meg adja. Ha nem, ha nem sajnálod, rá, akkor szerintem az egy tök jó vétel. Akkor már visszaváltani nem akarsz 60-ra. Sőt, kifejezetten egy éles váltás, mert több mint a duplája képfrissítésbe. De azért azt úgy észreveszi az ember, szerintem. Mondjuk, ha, ha olyan játékokkal játszol, persze. Ez is megvan! Let's go! 21, az nem Nem 60, hanem 75 hz monitorom Erre a Greek jut eszembe mindig Izé, 144 Hz-es monitora volt és nem tudta, hogy 144 Hz-es Végig abban abba a tudatban volt, hogy 144 Hz-es monitora Csak nem vette észre Meg tudta, hogy 144 Hz-es monitort vett Csak nem tudta beállítani, ezért mindig alap 60-on volt Na igen, az a legjobb van még valami kazamat esélyünk, vagy már ezt bemelgessek fölöslegesen? Nézzük meg. Hát, ja. Szerintem WoW-nál is látszik szerintem. Csak ott nem arra figyelsz. Szerintem. 155-öt még szedjük már össze. Fél van rá majdnem 3 százalékes. Jó, ez nem tűnik soktak, csak minden próbából érted. van az valahogy. Tehát például én a tools úgy szoktam használni, lehet nem a legjobb módja, én azt szoktam, hogy mindig a legkevesebb, ugye száz alkalom, leszimulálom, és azt írja, hogy ha 100 gombát is költök, az 5 alkalommal megvan. Tehát 100 alkalomból 5 alkalommal megvan, ami azt jelenti hogy jelenleg, hogy ez 5 százalék. De ha lejjebb veszem, akkor azt írja, hogy 100 alkalomból 3. És akkor az, érted, 100 gombából biztos, hogy megvan. Most ez tudom extrém, mert nem ne 100 gombát belőlni egy ellenfélbe, de ha haladni akarsz, akkor itt egy következő háromnál már biztos, hogy megvan. Na, látod pont. Tehát, hogy jól jött ki a dolog. Én így szoktam nézni. Valaki a legtöbb esélyt írja, aminek nem látom értelmét, mert ha ezer alkalomban nem jön össze, akkor tízezer alkalomból sem fog összejönni. Na, így szoktam használni a tools. Lehet, hogy nem helyesen, de... Ja. Mert ha most, mit tudom én, fél százalékkal többet dob be, most nem azon fog múlni szerintem, de ja, én így szoktam általában reálisan, de kinek hogy. Ja. Hát de nem, én, így szoktam, nem tudom, én nekem ez beválik. Amennyi, már amennyire. Na, statoljuk le a maradékot. Holnap úgy is szerzek goldot, aztán max majd rakom a segítőre. Túl is le vagyok maradva ezekkel a fejlesztésekkel. Ott még mehet amúgy ezerre, maradék meg mehet izére. Jaj, már az ezer öt. Ja, mert meg lett az ezer. Achievement, igen. És akkor az plusz ötöt ad rá. Sztálya. De hát pontosan jött ki a számolás, szóval nincs ezzel probléma. Nos, csak az életemet ráköltöm a statolásra. az ennek is mi ezer lesz, ha... Ha... Hát akkor toljunk szerencsére is. Gold eventnek a szépsége. Ne ja, fejlesztünk rá egy keveset. Ez igazi kalács. Ha már van, el kéne használni. Sí, Prime! Köszönöm szépen, Andrew! 18. hónapodat. Kapsz majd tőlem mit szólsz? majd kapsz tőle műzit, ne, ne el, Vagyis nem csak te, de te is köztük vagy. Köszönöm szépen. Köszönöm a 18. hónapodat, nagyon szépen köszönöm prime -mal. Ez már másfél év. Ha? Nagyon szépen köszönöm. Hát, figyelj, akinek van fölös Twitch Prime-ja a fiúkján, és nem nyomt el, nem kell. Tehát, figyelj, tehát, hogyha senkire nem nyomod el, az csak pazarlás. Tehát, hogy. Érted? Én csak, én csak segítek. Én, csak segítek, hogy valahol elhasznált. Ha én ide jó, jó szelekció vagyok, nekem tökéletes. Figyelj, nekem oké. Okay. nincs ezzel baj. Köszönöm szépen a 18. hónapodat. Nagyon szépen köszönöm. Többi formnak van-e értelme? Hát most már tök mindegy, mert jön majd a beta szerver, a leautomatizálják, szóval innentől kezdve nem tudod meg kiválasztani, hogy milyen alakod legyen, hanem, hanem automata de egyébként nekem a sas beválik, mindig százalék érés többet ad. A tigris ugye több HP sokkal, illetve több az átlagsebzése. Annyi, hogy ő ki tud térni, én nem tudok kitérni, viszont sokkal több a támadásom. Szóval, ja, ez így nagyjából ennyi. Na jó van, ennyi volt.